Jó reggelt kívánok! 2024. június 21-én pénteken a 2023-2024-es tanév utolsó tanítási napján nálunk. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk! Mindenható mennyei édesatyánk, ha visszatekintünk az útra, amelyen hordoztál bennünket, láthatjuk a te mérhetetlen szeretetednek a mérföldköveit és hétköznapjait is. Ha összeszámoljuk, mi mindent tehettünk meg, hány tanítási órán vettünk részt, hány szünetünk volt, hányszor volt, hogy elcsüggettünk, és hányszor volt, hogy újjongtunk. Urunk, mindent neked köszönünk. A te megőrző, megtartó kegyelmedet, a te igéddel, amelyel táplálsz bennünket, hol erősebben, hol gyengédebben. Köszönjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus által bűnbocsánatunk lehet. És ez olyan örömmel és békességgel tölthet el bennünket, hogy tudjuk, hogy noha ez a földi idő, ez a világkorszak, sőt ez az egész föld elmúlik, de a te igéd és a te szereteted megmarad mindörökre. Kérünk, ha jónak látod most is, te légy közöttünk szent lelkeddel, szólíts meg bennünket az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Szent Lélek Isten, légy közöttünk. Amen. A mai napra rendelt ószövetségi igeszakaszból olvasok. Esdrás könyvének a negyedik részéből az első öt versét a következőképpen. Amikor Júda és Benyámin ellenségei meghallották, hogy a fogságból hazatértek, templomot építenek Izrael istenének az Úrnak. Elmentek Zerubbábelhez meg a családfőköz, és ezt mondták nekik: hadd építsünk veletek együtt, mert mi is a ti istenetekhez folyamodunk, ahogyan ti, és neki áldozunk Észarhaddon asszír király idejétől fogva, aki idehozott bennünket. Zerubbábel, Jésua és Izrael többi családfője azonban így felelt nekik: nem építhettek velünk együtt templomot a mi Istenünknek, hanem mi magunk akarjuk azt felépíteni Izrael istenének az Úrnak, ahogyan megparancsolta nekünk Círus király, Perzsia királya. Ezért az ország népe elcsüggesztette Júda népét, és elrettentette őket az építéstől. Tanácsadókat béreltek föl ellenük Círus Perzsa király uralkodásának egész idejében, Dárius perzsa király uralkodásáig, hogy meghiúsítsák szándékukat. Eddig a felolvasott igeszakasz. Kedves testvérek, hát nem túl szívderítő ez a mai igeszakasz, azt kell, hogy mondjam. Azt látjuk benne, hogy látszólag elbukik a templom építésnek az ügye. Később név szerint is leírja a könyvnek az írásba foglalója, hogy kik voltak azok, akik bevádolták a királynál Izraelnek a népét. Név szerint megnevezi őket, hivatalnokokat, vezetőket, akik leveleket írnak a királyhoz. És azt állítják, hogy na hát, te elengedted ezt a népet, ezek pedig elkezdtek lázadni, nem hogy a templomot építik, de a kerítést és az alapokat, mert fel akarnak lázadni ellened, és nem akarnak majd adót fizetni ezért. Kár éri a királyi udvart. És a király megeszi a vádat. Beveszi. És megtiltja a templomépítést. Döbbenet. Ha van valami, ami szent cselekmény, az alig, hanem egy templomnak az építése, és Isten mégis megengedi, hogy megálljon a templomépítés. Miért? Mert valamikor nem értjük Istent. Amikor elindul egy nagyon jó dolog, az egyik király szívét arra indítja, hogy még adjon egy csomó mindent a templom építéshez, ami szükséges, és mindig jönnek az ellenlábasok. Mindig vannak földi nehézségek, leáll az építkezés, megbicsaklik egy álom, ki tudja, mi minden történik az életünkben. De. És van egy nagy de. Az, hogy megbicsaklik egy álom, az, hogy megáll valami, ami az Istentől indult el, az nem egyenlő azzal, hogy szerte foszlik az álom, vagy nem fog megvalósulni az Isten ígérete. Csak egyenlőre várni kell. Ahogy ki kell várni egy tanévnek a végét.
ahogy ki kell várni az Istentől rendelt társat, ahogy ki kell várni, hogy majd gyermek szülessen, csomó minden van, amit ki kell várni. És azért, mert nem valósul meg azonnal, attól még Isten ígérete áll és igaz. Még akkor is, ha éppen egy templom építésről van szó. Ja persze, mindig vannak rossz akarók. Mindig vannak irigyek, mindig vannak olyanok, akiknek semmi nem elég, akik azt mondják, csak hadd játszódjon az az ember, aki kitalálta, hogy legyen majd egyszer akár egy iskola is. És aztán jön Isten, és a kellő időben elkezd cselekedni. Akármit is tesznek a rossz akarók. Leveleket írnak a különböző hivatalokhoz, és még csak ki sem vizsgálják igazán, hogy igazak-e a vádak, hanem elfogadják kézténként, és leállítják a templom építést. Valahogy úgy szokta ezt a magyar közmondás mondani, hogy dögöljön meg a szomszéd teheme is. Ha nekem rossz, akkor a másiknak miért legyen jó? Csak az a baj, hogy még igazabb a másik közmondás. Hogy azért, mert elfújod az én gyertyámat, a tiéd nem fog fényesebben világítani. Magyarul, ha ártok a másiknak, attól én nem leszek jobb. A mai napon két dologra próbálj meg figyelni. Hogyha olyan dolgok vannak, amelyek hátráltatnak, légy türelmes. Légy nagyon türelmes. Ne add fel. A másik, ha lehet, legalább ma, de talán egész életedben. Ne hátráltass senkit a jóban. Ne hátráltass senkit a jóban. Igyekezzünk úgy élni, hogy ne dörzsöljük le egymásról a bőrt. Bár tudnánk megvalósítani azt a szeretetet, amiben Jézus is példát adott. Ő várt 30 évig, amíg mint Isten fia, mint a messiás kezdett el tanítani. És utána ellene is ellene voltak. Koholt vádak alapján ítélték halálra. És várt akkor is, amikor ott a kereszten úgy imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. A mai napon légy türelmes. Ne hátráltass senkit, hanem keresd Isten akaratát. Emlékezz vissza, mi minden történt veled az elmúlt időben. És bíz abba az Istenbe, aki eddig is vezetett, és azt ígérte, minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, olyan sokszor megtapasztaltuk már a csodáidat. Az, hogy valóban vezetsz. Az, hogy valóban kirendeled azt, ami szükséges. Mégis gyarló szívünk olyan sokszor elbizonytalanít, vagy aggodalomba taszít. De köszönjük, hogy ezt szabad átadnunk neked. Felnézni a vizek fölé, és kilépni a komfortzónából, kilépni a kényelmesből. Urunk, kérünk, te áld meg ezt a mai napot. Te légy a ballagukkal, te légy a családtagjaikkal, te légy egész iskolánkkal, gyülekezetünkkel. Urunk, imádkozunk azokért, akik ma is még vizsgáznak, vagy érettségiznek. Te segíts meg őket, hogy azt a tudást tudják előhozni, amely bennük van. Kérünk, Urunk, hogy te gyógyítsd a betegeket, attól, hogy mielőbb felépüljenek. Ha jónak látod, minél előbb, szüntesd meg a háborúkat. Áld meg, kérünk, a nyári szünetünket is, akkor is te légy velünk minden napon, és legyen meg ezután is mindenben a te akaratod. Így kérünk, adj nekünk türelmet, és hogy minél kevesebb hátráltató tényező legyen a te országod építésébe, és pláne mi ne legyünk azok. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben
Minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldott napot, áldott hétvégét és áldott nyári szünetet kívánunk mindenkinek.